A karcagi nagykun gazdakör tagjai úgy döntöttek, hogy kezdeményeznek egy segélyakciót a károsultak megsegítésére. Megkerestük az önkormányzatot, így közösen a Karcag város önkormányzata és a karcagi nagykun gazdakör közösen szervezi a földrengés károsultaknak a megsegítését két dologba. Egyrészt anyagilag, ami takarókból áll, ágyneműkből áll, és ezzel tudjuk segíteni a török károsultakat, valamint pénzt gyűjtünk arra a célra, hogy a török nagykövetségnek átutaljuk a pénzt, és a török nagykövetség eldönt, illetve a törökök, hogy mire fordítják ezt az összeget. Az a alapja ennek az egész döntésnek, hogy Karcag városa, Kunság fővárosa nagyon régi tapasztalatokkal, illetve kapcsolatokkal bír a török nemzettel. Tulajdonképpen a mi nagy turkológusaink, Mándoki Kangúr István, Német György, Gyula, Német Gyula, ők turkológusok voltak, ezen belül Német Gyula a török ABC, illetve a nyelvújítással kapcsolatban is rengeteg munkát végzett, ami nagy elismerést váltott ki a törökökbe. Tehát mi úgy érezzük, hogy ezekre a hagyományokra építve, valamint a régi hagyományokra építve is, mindenképpen a megfelelő reakciót kell biztosítanunk, illetve meg kell oldanunk azt, hogy ebből a térségből a szolidaritásunkat kifejezzük úgy anyagi vonatkozásban, mint pénzügyi vonatkozásban, hogy együtt érzünk a török károsultakkal, és ezzel is próbáljuk építeni, meg tovább építjük azokat a kapcsolatokat, amit az őseink, Mándoki Kangúr István, Németh Gyula, és a jelenlegi turkológusaink, akik szintén dolgoznak ezen a kapcsolattartáson, illetve a kapcsolatfejlesztésen, a hagyományokra építve, értékőrző és értékátadó rendszerébe, ezzel a kis dologgal is próbáljuk segíteni a továbbiakban is a kapcsolatunkat a török nemzettel. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke Huba Imre is fontosnak tartja a segítést. A karcagi adomány bepakolásában ő is segített. Minden önkormányzat, aki felelősséget érez a károsultak megsegítése iránt, indított valamilyen kezdeményezést, civil szervezetek is, és a gazdák is összefogtak, hogy lehetőség szerint enyhítsék azokat a károkat, azokat a fájdalmakat, amit most a károsultak érezhetnek, amit elszenvedtek. Minden települési önkormányzat polgármesteri hivatalában lehet érdeklődni az adott településen, hol gyűjtik az adományokat, és milyen számra lehet utalni a segítséget. Ez központilag a török nagykövetség részéről és a külügyminisztérium részéről is kijött egy kommunikáció. Én javaslom, hogy mindenki figyelje mind az országos médiában, mind a helyi és a megyei médiában elhangzó felhívásokat, és ha valaki tud, akkor akár egy kis anyagival, akár tartós élelmiszerrel, takaróval, ruházattal segítse azt, hogy enyhíteni tudjuk a károsultak nehézségeit, és a hamarosan útnak induló szállítmányokkal Magyarország kifejezi, hogy szolidáris a földrengés áldozataival, szolidáris a török nemzettel, és hogy fontos számunkra, hogy ebből a kárból, ebből a bajból, ebből az óriási tragédiából majd föl tudjon állni, föl tudjon emelkedni újra az a térség, Aleppó térsége. Láttuk a híradásokban, hogy ez a katasztrófa, ami Törökországban és Szíriában történt, borzalmas. Családok, gyermekek, idősek haltak meg. Épületek dőltek össze, mondta pakolás közben F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Hát, amit tudunk, mindenképpen segíteni kell, hiszen az az emberi szenvedés, ami Törökország déli részén és Szíriában történt, az minden embert meg kell, hogy mozdítson. És azt látom, hogy a környéken magánszemélyek, önkormányzatok adakozásgyűjtést indítottak, és hát mindenképpen azt gondolom, és úgy érzem, hogy ki kell venni mindenkinek a részét ebből a segítségből. A megyei önkormányzat Huba Imre elnök úr vezetésével ő élére állt ennek a dolognak, de az önkormányzatok polgármesteri hivatalok Karcagon, az önkormányzat polgármester úr szervezésével indul a következő szállítmány, és hát mindenki most ebbe a szállítmányba, takarók, ágyneműk, törölközők mennek, de aki tud akár tartós élelmiszerrel, de az sokkal nehezebb. Én azt gondolom, hogy a pénzbeli adomány is mindenképpen fontos.